21. epizód, amiben arról mesélek, hogy milyen volt 3 év kihagyás után visszatérni Magyarországra, és arról, hogy milyen volt majdnem 2 hónap után hazaérkezni onnan. Ez itt a Finnország felé félúton, a Történetmesélő Podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemiből mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavak országáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Közel 10 éve élek már Finnországban. Azt gondoltam, hogy ez alatt az idő alatt már sikerült mindenfajta elvárásomat elengedni ezzel az országgal kapcsolatban. Engem már nem igazán érhet otthon csalódás, meglepetés, de hát az elmúlt nyár bebizonyította, hogy ez azért még mindig nincs így. Annak ellenére, hogy a lehető legminimálisabb elvárásokkal és a képességeimhez mérten a legnagyobb nyitottsággal érkeztünk meg Magyarországra. Ugye 3 éve nem voltunk otthon, a picink még soha nem járt Magyarországon, ezért is döntöttem úgy, hogy az idén jószerivel az összes szabad időnket, vagy a szabadságunkat Magyarországon fogjuk tölteni, tehát, hogy május végétől július végéig leszünk otthon, és igazából 2 dolgot szerettem volna, hogyha sikerül megvalósítani ez alatt a 2 hónap alatt. Szerettem volna egy kicsit pihenni, mert hogy az elmúlt időszak nagyon fárasztó volt számomra fizikálisan is, mentálisan is. És szerettem volna, hogyha a fiúk megismerkednek egy kicsit Magyarországgal, a magyar kultúrával, és kicsit közelebb kerül hozzájuk ez az egész. Leginkább pedig az volt a célom, hogy a nagyfiam elkezdjen végre magyarul beszélni, illetve a pici is elkezdjen, ha nem is folyékonyan magyarul, de valamilyen szinten ő is magyarul beszélni. Az volt a terv, hogy mi előre megyünk a fiúkkal május végén, nagyjából 1 hónapot leszünk otthon 3-asban, anyuékkal, barátokkal, július elején, amikor Julunak megkezdődik a szabadsága, ő csatlakozik hozzánk, és akkor úgy gondoltam, hogy júliusban, hogyha már nem egyedül leszek a gyerekekkel, akkor könnyebben fogunk tudni mozogni, lejárunk a Balatonra, kisebb kirándulásokat teszünk, jövünk, megyünk, és terveztük, hogy egy hetet Pesten is eltöltünk, és akkor úgy jövünk vissza Finnországba július végén. Tehát ez volt a terv, én azt gondolom, hogy ez egy igazán reális elvárás volt ettől a 2 hónaptól, de hát sajnos egészen máshogy alakultak a dolgok, kb. Attól a pillanattól kezdve, hogy a lábunk a földet érte, vagy a talajt érte Budapesten. Erről senki nem tehet, az élet ilyen. Tehát kiderült kb. A megérkezésünk napján, hogy az édesanyám beteg, orvosi beavatkozásra, műtétre lesz szüksége. Gondolom nem kell részleteznem, hogy ez milyen hatással volt az egész család hangulatára. Mindannyian rettenetesen megijedtünk, féltettük anyút, és még erre az egészre rátett egy lapáttal a bizonytalanság, mert hogy nem tudtuk, hogy egyáltalán meg lehet-e őt műteni, és hogyha igen, akkor mikor. Tehát ez így teljesen szétrobbantotta az egész nyári szüneti feelinget, amiben én egész odáig ringattam magam, és őszintén szólva meglehetősen, nem is tudom mi a jó szó rá, olyan hülyén éreztem magam, vagy dühös voltam, hogy nem derült ki ez az egész legalább egy picikét hamarabb, hogy tudtam volna a terveinken, vagy az utazásunkon igazítani, mert hadd ne mondjam, hogy a legutolsó dolog, amire szerintem neki akkor szüksége volt egy ilyen szituációban, az a 2 energiabomba gyerek, akivel én megérkeztem.
anyunak leginkább pihenésre és nyugalomra lett volna szüksége, amit meglehetősen nagy kihívás volt biztosítani a két energiabomba gyerek mellett, és úgy, hogy én egyedül voltam rájuk. Úgyhogy ez elég nagy kihívás elé állított mindannyiunkat rögtön a megérkezésünkkor. Rettentő sok stressz és feszültség gyűlt fel a kezdeti időszakban, úgyhogy ez egész júniusban ki is tartott, amit csak tetézett, hogy nem sokkal később kiderült, hogy Jolu nem tud júliusban utánunk jönni, mert hogy Finnországban több hónapon keresztül nővér sztrájk volt, aminek következtében befagyasztották a szabadságokat, ezért is nem tudtunk neki repülőjegyet venni a miénkkel egy időben, mert hogy fogalmunk se volt, hogy egyáltalán kap-e szabadságot, és hogyha igen, akkor mikor. És mire kiderült, hogy igen, kap szabít, de kevesebbet, mint amennyire számított, addigra már a repülőjegyárak úgy elszálltak, hogy végül úgy döntöttünk, hogy nem ő jön haza Magyarországra, hanem mi fogunk korábban visszaérkezni Finnországba, hogy egy pár hetet még együtt is tudjunk pihenni, mielőtt visszatérünk a hétköznapi taposómalomba. Szóval a pihentető balatoni nyár helyett egy ilyen rémálmon kellős közepén, vagy egy ilyen rossz álomban találtam magam, ahol aggódtam az édesanyám egészségéért, és ugyanakkor rádöbbentem, vagy rá kellett arra döbbennem, hogy a pihenésről alkotott elképzeléseimet, vagy vágyaimat, ezeket most kell elengednem úgy, ahogy vannak, mert hogy egyedül leszek a két gyerekre az elkövetkezendő közel két hónapban. Ráadásul úgy kellett megterveznem, vagy átterveznem a nyaralásunkat, illetve a hazatérésünket, úgy kellett a repülőjegyet előrébb hoznom, hogy fogalmam sem volt tulajdonképpen, hogy ez a dátum, az fog-e nekünk passzolni, vagy nem, hogy akkor most anyukámat megműtik-e, vagy nem, hogy fogunk feljutni Pestre, mert hogy ugye én úgy készültem, hogy mi majd ketten leszünk Joluval, tehát volt nálam két kiskorú gyerek, vagy három bőrönd, egy babakocsi, két hátizsák, tehát én egyedül nem tudtam, tehát az opció, hogy akkor felülünk a vonatra és elindulunk, ugye ez így nem volt elérhető a számunkra, és a húgom pedig egyrészt éjjel-nappal dolgozott, aki ugye autóval tudott minket vinni valahova, másrészt meg az édesanyám ellátását próbálta rendezni, illetve őt hordta orvoshoz. Ugye kicsit úgy éreztem, hogy mintha ilyen csapdába kerültünk volna, vagy ilyen kutyaszorítóba, és bármennyire is próbáltam ebből a helyzetből úgymond szabadulni, nem sikerült, el kellett fogadnom, hogy ez van, és akkor ebből próbáltuk meg aztán kihozni a maximumot. Próbáltam minden feszültség és nehézség ellenére a gyerekeknek a lehető legkellemesebb, leggondtalanabb nyári szünetet biztosítani, hiszen másról se beszéltem nekik az előző fél évben, hogy majd megyünk Magyarországra, és ott mennyi mindent fogunk csinálni, és nyilván nem titkoltam el előlük, és az ő szintjükön elmagyaráztam nekik, hogy mi történik, és hogy miért történik, de azért szerettem volna, hogyha nem csak azzal az élménnyel térnek haza Magyarországról, hogy a nagymamájuk megbeteg. Aztán szerencsére a történetünk jó fordulatot vett abból a szempontból, hogy végül anyukámat sikerült viszonylag gyorsan megműteni, és a műtétje is jól sikerült. Tehát onnantól kezdve legalább ez az aggodalom nem nyomta többet a lelkünket, de az is világossá vált, hogy a lábadozó édesanyám mellől el kell, hogy jöjjünk hamarabb, mint ahogy terveztem, mert a két ugribugri gyerek mellett mondjuk pihenni még egészségesen is nagyon nehéz, egy betegségből lábadozva pedig, tehát az teljesen kizárt dolog volt. Úgyhogy ha nem lett volna elég, hogy a nyaralásunk vagy az otthoni időnk nagy részében egyedül próbáltam meg a két gyereket szórakoztatni, illetve hozni-vinni
a 40 fokos kánikulában ide-oda, akkor még bónuszként így a végére megnyertünk egy ilyen, vagy megnyertem egy ilyen egyhetes budapesti kiruccanást a millió csomagunkkal, meg a két izgága gyerekkel Budapesten, ahol én magam évek óta nem jártam, gyerekekkel együtt soha nem jártam, úgyhogy eléggé be voltam ijedve, hogy a francba fogok én ott boldogulni velük. Ráadásul mire Budapestre értünk, addigra már több mint egy hónapja voltunk Magyarországon, és a gyerekeknek is kezdett honvágyuk lenni, és mindannyiunknak nagyon hiányzott a férjem, mert hát ugye nem is úgy készültünk, hogy milyen sokat leszünk távol egymástól. Úgyhogy ez az intenzív záró hét, ez a hátunk közepére se hiányzott, de azért igyekeztünk kihozni belőle a maximumot. Végül is egészen jól sikerült eltölteni azt az időszakot. Sokat voltunk a Városligetben, voltunk a Margit-szigeten, kisvasutaztunk, hajóztunk, metróztunk, és még egy kis nosztalgia séta is belefért nekem a 8. kerületben, a régi albérletem környékén, de hogyha őszinte akarok lenni, akkor ez itt már a hátunk közepére se hiányzott a végén, és tényleg nagyon örültünk, amikor végre felszálltunk a repülővel, és elindultunk Finnország felé. Szóval ennyit a Dióhéjban a magyarországi nyaralásunk hátteréről, vagy körülményeiről, de azért, és gondolom, hogy ez, hogy mivel ez nem volt ideális, és egészen máshogy alakult, mint ahogy arra készültem, biztos, hogy ez is rányomta a bélyegét arra, hogy hogyan láttam, hogyan tapasztaltam meg az otthoni dolgokat. De azért úgy döntöttem, hogy mégiscsak elmesélek egy-két gondolatot, egy-két érzést, ami az alatt, a két hónap alatt megfogalmazódott bennem, mert érdekes lehet számodra is. Ugyan 10 éve élek már Finnországban, de azt hiszem ez volt az első alkalom, hogy úgy mentem haza, vagy úgy éreztem magam otthon, hogy annak ellenére, hogy a saját lakásomban aludtam, hogy az édesanyámat meg a húgomat látogattuk meg, de én már egyáltalán nem éreztem úgy, hogy otthon vagyok. Valószínűleg ebbe belejátszott az, hogy ugye nem igazán tudtunk a pihenésre meg a tartalmas együttlétre fókuszálni, meg valószínűleg az is belejátszott, hogy az otthoni barátaim többsége még dolgozott, amikor mi hazamentünk, mert ugye hát még május vége június volt, tehát még nem kezdődött el a nyári szünet, és rajtuk kívül én már nagyon kevés embert ismerek otthon, tehát meglehetősen sok időt töltöttem egyedül, és eléggé, tehát ilyen mindennapos volt ez az érzés, hogy én már nem tartozom ide, hogy tényleg most már én csak vendégségbe jöttem, hogy már nem volt meg ez az otthonosság érzése, ami azért korábban így vagy úgy, de mindig előjött. Magyarország szerintem mindig is egy olyan hely volt, ami valami olyan elven működik, hogy megvannak a törvények, megvannak a szabályok, az előírások, meg megvannak a kiskapuk, meg az egyéni megoldások, és ezeket csak azok tudják, azok ismerik igazán, akik ebbe benne élnek. És én ettől nem csak azért éreztem magam most már bizonytalanul, vagy teljesen elveszve időnként, mert én ugye mivel nem élek otthon, én nem tudom ezeket a kiskapukat, meg ezeket a okosba való megoldásokat már, de én az elmúlt 10 év alatt hozzá szoktam egy olyan fajta élethez, ahol erre nincs szükség. Tehát ahol nem kell okoskodni, meg ügyeskedni, hanem az élet bizonyos szabályok szerint szerveződik, és akkor ezeket a játékszabályokat azért úgy
az emberek többsége betartja, és nincsen szükség egy külön kis könyvre, vagy külön nem kell tudni az apróbetűs részt, vagy a kivételeket, amik a szabályt erősítik. Ugye, aki régóta hallgat, vagy követ, az tudja, hogy a kisebbik fiam glutén és tejfehérje allergiás, tehát neki ugye nem lehet akármilyen ételt adni, és az elején például rettenetesen feszélyezett vagy idegesített, hogy egyszerűen fogalmam se volt, hogy hol tudok neki olyan ételt, vagy olyan hozzávalókat venni a boltban, amit ő fogyaszthat. És akkor erre még pluszba rájött az, hogy egyébként is fogalmam sincs már, hogy milyen márka, hogy milyen íze van, hogy melyik boltba érdemes menni, hogy melyik olcsóbb, tehát az árak, azok teljesen nekem semmit nem mondtak. Tehát azt a két hónap alatt ehhez nem sikerült hozzászoknom. Ugye egyébként is pont akkor érkeztünk haza, amikor elszabadult a forint-euró árfolyam, meg amikor elindult ez a hihetetlenül meredek áremelkedés. Tehát, hogy egyébként is ilyen jószerivel hétről hétre változtak az árak, de nekem aztán végképp semmilyen viszonyítási pontom nem volt. Tehát egyszer fogalmam nem volt arról, hogy bementem valahova, hogy most akkor ez olcsó, vagy drága, vagy mit kellene megvennem, és ez így a hétköznapokat rettenetesen nehézkessé tették. Nem tudod képzelni, amikor ott vagy két gyerekkel, és akkor nem elég, hogy azon kell gondolkozni, hogy most akkor mit együnk, vagy ne együnk, vagy plusz, hogy akkor ez a pici mit ehet, vagy nem ehet, ugye nem, itt már kitapasztaltuk Finnországban, hogy mi az a termék, vagy melyik az a termék, amit meg tud enni, mi az, ami ugyan mondjuk gluténmentes, de mégis valamiért ő arra tünetel, de otthon meg teljesen a sötétbe tapogatóztam, úgymond, és ez fárasztó volt, tehát ez még jobban fárasztó volt, meg egy ilyen bizonytalanság, vagy ilyen elveszettségérzést okozott, úgyhogy utáltam is boltba menni végig, amíg otthon voltunk, ez egy ilyen állandó stresszfaktor volt, hogy akkor most megint be kell menni valahova. Azt meg már csak tényleg zárójelbe jegyzem meg, hogy otthon a boltok, meg egyáltalán az épületek jelentős része babakocsival szinte megközelíthetetlen, tehát az még egy plusz nehézségi fokozatot adott ehhez a bevásárláshoz, hogy nem mindenhol tudtam betolni a babakocsit, vagy sok helyen igen nehézkes volt babakocsistól mozogni. Valószínűleg azért, mert a időm jelentős részét a gyerekeimmel töltöttem, gyerekek közelében. Leginkább most valahogy arra figyeltem fel, hogy milyen különbségek vannak a gyerekekkel való bánásmódban Magyarország és Finnország között. Engem is meglepett, hogy milyen dolgok hívták fel a figyelmemet, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy milyen dolgokat vettem észre, ami szerintem korábban soha eszembe se jutott volna. Mondjuk az első ilyen élmény az inkább vicces, hogy mikor megérkeztünk, akkor érkezett meg az első meleg hullám, úgyhogy sokat voltunk kint a strandon. Ugye hát a gyerekmedence közelében, ahol értelemszerűen szintén sok gyerekes szülő vagy kisgyerek szaladgált, és én nem tudom miért, de valahogy itt Finnországban, amikor a gyerekek barátainak a nevét tanulgattam, vagy ahogy mesélek róluk anyuéknak, hogy mindig mosolyogni szoktam, és mindig arra gondolok, hogy vajon hogy hívnák őket, vagy a barátaikat akkor, hogyha Magyarországon élnénk, és hogy mennyivel egyszerűbb, vagy hétköznapi nevek lennének használatban, vagy forognának a családban, hogy biztos anyunak is könnyebb lenne megjegyezni, hogyha nem az Iris, meg a Lasse, meg az Ilmo, meg az Etu lenne a névsoron, hanem mit tudom én, a Peti, meg az Ádám, meg a Kati. És hát aztán azon röhögtem, ahogy a strandon főleg, meg a játszótéren, ahogy hallgattam a gyerekeket szólongatni, hogy hát otthon is mostanában eléggé furcsa nevek vannak használatban.
Úgyhogy valamennyire meg is nyugodtam, hogy jó, akkor tulajdonképpen ez mindegy, tehát lehet, hogy ha az otthoni ovistársak nevét kellene megjegyezni, akkor se lennénk könnyebb helyzetben. Úgyhogy ez megdöbbentő felfedezés volt a számomra. De az első, ami meghökkentett például, hogy ahol lakunk, a közelben van egy óvoda, és a gyerekek többször elsétáltak az ablakunk alatt, a kis csoport, hogy mentek sétálni. És ahogy rájuk néztem, hirtelen úgy nem tudom, hogy homlokon vert ez a különbség, hogy nálunk egy ilyen ekkora csoportnyi gyereket minimum 3 felnőtt kísér, mindenkin láthatósági mellény van, és ilyen nyugodtan mennek, vagy nem tudom, így mennek sorba. És kint meg nem mondom, hogy mennyi gyerek volt, de csak így szemre, ahogy ránéztem, tehát csak 2 pedagógus volt velük, és egyáltalán nem voltak nyugodtak, ami gondolom érthető is, hogyha ugye kevesebben vannak, mint amennyire szükség lenne, és hát azt is nehéz, vagy nem volt nehéz nem észrevenni, hogy milyen hangon beszéltek a gyerekekkel. Megálltak, és akkor elkezdtek velük kiabálni, hogy mindenki szedje össze magát, és fogja meg a párja kezét, és hogy csak akkor folytatják a sétát, hogyha mindenki szót fogad. És hát tudom, hogy ez normális, vagy hogy én is így nőttem fel, nem lettem tőle lelkibeteg, de most, hogy ezt így megláttam, akkor döbbentem rá arra, hogy itt Finnországban, legalábbis a mi környezetünkben nem szokás így beszélni a gyerekekkel. Tudom, úgy elképzeltem, hogy milyen lenne itt Magyarországon oviba járni, hogy megnéztük, hogy milyen az udvar, hogy hol játszottak a gyerekek, és akkor elgondoltam, hogy milyen udvaron, milyen játékokkal játszanak itt a mi ovinkban az én gyerekeim, és igazából arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy gondolatban bocsánatot kértem a gyereknevelőinktől, akikkel az elmúlt 1-2 évben elég sokat veszekedtem, mert hogy azt a tanulságot vontam le, vagy konklúziót, hogy hálás vagyok azért, hogy az legnagyobb problémám az óvodával, meg a nevelőinkkel az, hogy időnként mondjuk nem az évszaknak megfelelően öltöztetik a gyereket, vagy hogy legalábbis nem vagyunk egy véleményen arról, hogy milyen ruhában kéne a gyereket időnként kiengedni az udvarra, de hogy ez a legnagyobb gondom velük. Ahogy elnéztem az otthoni ovisokat, az volt a benyomásom, hogy itt ennél sokkal komolyabb problémáink lennének. Aztán egy másik érdekes élmény az úszótanfolyamon ért. Inarit beírattam úszótanfolyamra, amit mind a ketten nagyon vártunk. Én főleg azért is, mert én is adnak idején minden nyáron jártam úszótanfolyamra, de soha nem tanultam meg úszni, mert mindig júniusban volt az úszótanfolyam, és ahogy vége volt a sulinak, és akkor mindig jött medárd, úgyhogy kb. Egy hét után elkezdett esni az eső, és akkor úgy nálam mindig annyiba maradt az úszás, és akkor a következő évben megint ugyanúgy mentem, megint csak, mit tudom én, addig jutottam, hogy feküdtem a vízre, meg a lábammal csapkodtam, de mire az igazi úszáshoz értünk volna, megint megjött az eső, és akkor én megint kimaradtam az úszótanfolyamról. Szóval, hogy én nagyon szerettem volna valószínűleg ezért is, hogy Inarinak jusson ez a teljes igazi úszótanfolyam, és hogy ő végig tudja járni. Ezért nem is a júniusi csoportba, hanem a július elejé csoportba irattam be. Tehát úgy látszik, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet elkerülni, mert hiába volt addig rekkenő hőség, de kb. A tanfolyam második napján megérkezett az eső, meg a borús idő, úgyhogy ugyanő nem maradt ki, mert azért mondjuk erre jó volt a finnországi gyakorlat, hogy azért mi nem ijedünk meg egy kis esőtől, meg széltől, de az, hogy melegben, napsütésben járjon úszni, az
neki se jött össze. Tehát aki az úszó tanfolyamon, azok a tanárok dolgoztak, akik már akkor is tanárok voltak, amikor még én gyerek voltam. Tehát ilyen szempontból is nagyon érdekes élmény volt ott állni és nézni, ahogy az én kisfiam úszik, vagy kapálózik a medencében. És volt egy jelenet, ami megint csak úgy megdöbbentett, hogy már ez a levezető foglalkozás volt az úszás óra végén, hogy úgy csinált a tanár, mintha bedobott volna érméket a vízbe, és mondta a gyerekeknek, hogy le kell menni a víz alá, meg kell keresni az érméket, és az első, aki fölhoz egy érmét a víz alól, az kap jutalmul egy nagy táblacsokit. És hát a gyerekek azok persze izgatottan buktak le a víz alá, miközben a tanár meg röhögve oda szólt a mellett álló kollégájának, hogy na nézd csak, hogy igyekeznek, és mutatta neki, hogy egyetlen egy érmét se dobott be a vízbe, hanem ott volt a tenyerébe az összes. Tehát, hogy tulajdonképpen a gyerekek tök fölöslegesen kepesztettek a víz alatt, mert hogy nem volt mit megtalálni. Tehát ez egy igazából egy ártalmatlan jelenet megint csak, és az én gyerekkoromban is számtalanszor előfordult ilyesmi, meg még cifrább is, de valahogy nekem úgy megdöbbentem rajta, mert ez megint csak egy olyan momentuma volt az otthoni tartózkodásunknak, ami Finnországban soha nem fordult elő velünk. Itt nem bánnak így a gyerekekkel. És hogy arra a konklúzióra jutottam, és megint csak önkritikát kellett gyakorolnom, és megértettem valamit Finnországból, hogy egy kicsit én mindig olyan viccesnek tartottam azt, hogy itt mennyire odafigyelnek arra, hogy a gyerekek önállóak legyenek, hogy mennyire kényesen figyelnek a gyerekek, és ez lehet, hogy ilyen hülye hangzik, hogy a gyerekek személyiségének a tiszteletben tartására, vagy nekem egy kicsit olyan extrém példának tűnt, hogy az orvos, mondjuk mikor a gyerek visított az ügyeleten, hogy nem akarja kinyitni a száját, vagy nem akarja, hogy megmérjék a lázát, hogy senki nem csinált semmit, hanem akkor nem mérték meg a lázát, hanem várták, hogy lenyugodjon, vagy hogy amikor elvittük a Inarit elvittük oltásra, akkor ott nem csak szó nélkül belevágták az injekciós tűt, hanem elmondták neki, hogy milyen oltást fog kapni, és megkérdezték róla, hogy mi a véleménye. És még számtalan ilyen apró momentum van az életünkben, amiről én egy kicsit mindig azt gondoltam, hogy ez esetleg ez túlzás, de most valahogy az egész úgy összeállt bennem, és arra jöttem rá, hogy rettentő nagy különbség Magyarország és Finnország között az a fajta hozzáállás, vagy mentalitás, ahogy a gyerekekkel bánnak, és aztán tulajdonképpen, ahogy a felnőttek egymással is bánnak. Finnországban sokkal jobban tiszteletben tartják egymást az emberek, mint otthon. És ez különösen megfigyelhető például az egészségügyben, a hivatalokban, vagy ugye az oktatásban. Tehát azokon a területeken, ahol Magyarországon minden esélyed megvan arra, hogy egy ilyen aláfölé rendelt viszonyba beleszaladj, és megaláztatás érjen, vagy konfliktus helyzetbe kerülj. Közel 10 évvel ezelőtt arról döntöttem, hogy Finnországba költözöm a férjemmel, akkor leginkább az vezérelt, hogy azt gondoltam, hogy Finnország jobb hely lesz felnőni a gyerekeknek, mint amilyen hely Magyarország lenne. És nyilván az elmúlt években, főleg mióta ezek a gyerekek megszülettek, rengetegszer gondolkoztam azon, hogy jó döntés volt-e Finnországba költözni, vagy nem. Nagyon hiányzik a családom, hiányoznak a barátaink, és számtalanszor gondolkoztam azon, hogy jó
jól döntöttem-e akkor, amikor úgy döntöttem, hogy Finnországot választottam az új otthonunkul. Most meg különösen, hogy anyukám beteg volt, megint csak föltámadt bennem a kételj, a lelki furdalás, a bűntudat, hogy nem vagyok itt. Hogyha bármi történik vele, akkor én nem tudok ugrani, én nem tudok segíteni. De ahogy belegondoltam, most tényleg testközelből abba, hogy ebbe a magyarországi óviba kellene küldeni a gyerekeimet, vagy otthon kellene iskolába járatnom őket, hogy ilyen viszonyok között nőnének fel, akkor egyszerűen nem tehetek róla, de még mindig, és egyre inkább azt gondolom, hogy jól döntöttem arról, vagy akkor, amikor úgy döntöttem, hogy én nem akarok Magyarországon gyereket nevelni, hanem Finnországban szeretném, hogyha az én gyerekeim felnőnének. És megvan ennek az ára, és pontosan tudom azt, hogy milyen áldozatokat kell hoznom ezért, de hogyha rájuk nézek, hogyha arra gondolok, ahogy az otthon ez a két hónap telt, meg arra gondolok, ahogy az itteni életünk telik, akkor vagy úgy érzem, hogy egyszerűen megéri végigcsinálni ezt, akármilyen nehéz is, mert én azt szeretném, hogyha ők ezek mentén, az elvek mentén nőnének föl, és hogyha azt tanulnák meg, hogy tiszteljék a másikat, hogy tiszteljék magukat, hogy nekik is az legyen természetes, hogy az életben nem egy ilyen alá-fölé rendelt relációban működnek állandóan, hanem hogy igenis érezzék és tartsák magukat egyenrangúnak. Amikor a Inari kisebb volt, beszélgettünk erről a férjemmel, vagy én mondtam neki talán, hogy hát mennyivel másabb ez a gyerekkor, amit mi biztosítunk a mi gyerekünknek, mint az a gyerekkor, ami mondjuk az én gyerekkorom volt Magyarországon, de hát szerintem a férjem gyerekkora is azért különbözött ettől, mint ahogy a mi fiaink élnek. És mondtam neki, hogy én örülök, hogy meg tudunk neki adni dolgokat, de hogy nem szeretném, hogyha azt hinné, hogy az élet az ilyen, és hogy szeretném, hogyha tudná, hogy mások más körülmények között élnek, és szeretném, hogyha szociálisan érzékeny lenne, és hogy nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk majd megtanítani neki. És akkor erre azt mondta a férjem, hogy nem baj, majd sokat megyünk Magyarországra, és akkor majd látni fogja a különbséget. És most a mostani utunk után valahogy ez a szomorú konklúzió fogalmazódott meg bennem, vagy ez a régi vicc, amit annak idején mondtunk egymásnak, egyike azon vicceknek, aminek már csak a poénjára emlékszem, de már azt se tudom, hogy miért volt vicces, hogy mindenki jó valamire, ha másra nem, akkor elrettentő példának. És valahogy most azt érzem, hogy a mi életünkben jelen pillanatban Magyarország az sajnos leginkább csak elrettentő példának való. Bár azt hittem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy milyen jó körülmények között élünk minden nehézségünk ellenére is. Most tényleg a saját bőrömön tapasztaltam meg, vagy testközelből láttam a különbségeket, hogy milyen lenne az életünk Magyarországon, és hogy milyen az életünk Finnországban. És valahogy úgy jöttem haza ezzel a kis lelki furdalással, vagy önkritikával, tanulsággal, hogy megpróbálok egy kicsit kevesebbet elégedetlenkedni, és jobban értékelni azt, amink van, mert az nem kevés. És igenis szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk Lapföldön, hogy a gyerekeink ilyen körülmények között nevelődhetnek, mert lehetne sokkal rosszabb is. Azt már az előző epizódban is ugye elmondtam, hogy mennyi félelem és szorongás volt bennem a hazautunk előtt, és annyira csak arra koncentráltam, hogy milyen lesz otthon, hogy azzal egyáltalán nem is foglalkoztam,
hogy vajon milyen lesz majd hazatérni 2 hónap távollét után. Úgyhogy ez egy ilyen kellemes meglepetés volt ennek a 2 hónapos kiruccanásnak a végén, amikor leszálltunk Rovaniemiben, és kiléptünk a reptér parkolójába, és szinte mellbevágott az a friss zöld szín, meg a kék ég, ami itt fogadott, és már el is felejtettem, hogy ugyanez az érzés fogadott, amikor először megérkeztem Finnországba annak idején, amikor még csak látogatóba jöttünk, és leszálltam Turkuban a repülőről azon a kicsi reptéren, és most ugyanez az érzés jött vissza, hogy úristen, hogy micsoda zöld a fű, és milyen kék az ég, és hogy hogy mennyire jó illatú a levegő, hogy egyszerűen annyira finom, friss volt, és ugye most, hogy már ha az ember huzamosabb ideig itt van, akkor hozzászokik, de most annyira új volt az orromnak, hogy ahogy hazaértünk, lepakoltunk, meg leraktuk a gyerekeket aludni, de hogy én közben is, hogy minden ürüggyel kiszaladgáltam a lakásból az udvarra, csak hogy beleszippanthassak a levegőbe. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se dőlj hátra! Oszd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a somiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!